Tavaly az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján az idei évvel ellentétben 4 olyan rendezvény is volt Dunaszerdahelyen, amelyeken az akkori eseményekre emlékeztek. Talics Péter Tanúságtétel, igazság, végítélet című könyvét a Vermes villában mutatták be. A Szentgyörgy templomban szentmisét tartottak a forradalom áldozatainak lelki üdvéért, majd a Városháza melletti diktatúrák áldozatainak emlékműve szintén megemlékezés helyszíne volt. Döntsd el, magyar! Mondd ki a szót! Itt visszalépni nem lehet! Köszöntőt Hájos Zoltán polgármester, míg ünnepi beszédet Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondott. A forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére végül lampionos felvonulást tartottak. 2019. október 21-én az Állomási Parkban folytatódott az Ültesfáta jövőért városi faültetési program. Az eseményen Hájos Zoltán polgármester elismeréssel szólt a parkterületek szépítését, a városzöldítés szolgáló közösségi kezdeményezésről. Az óvodások műsora után 14 gyertyán, platán és juharfa csemetét ültettek el a parkban. Az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából tavaly október 21-én a városi idősotthonok lakóit Karafa Attila alpolgármester, valamint Pongrácz Kálmán igazgató köszöntötte. Ugyanaznap délután a városvezetők a nyugdíjas klubba látogattak, ahol az önkormányzat üdvözletét ismét Karafa Attila alpolgármester tolmácsolta. Az idősotthonokban a művészeti alapiskola, a nyugdíjas klubban pedig a vidékfejlesztési szakközépiskola diákjai adtak műsort. Egy éve ilyenkor megalakulásának 70. évfordulóját ünnepelte a Csemadok Dunaszerdahelyi járási szervezete. A jubileum alkalmából tartott ünnepségen kitüntetéseket adtak át olyan személyeknek, akik szerepet vállaltak a Csemadok munkájában. A dunaszerdahelyi Fibi Sándor szintén elismerést vehetett át. A kulturális szervezettel már évtizedekkel ezelőtt kapcsolatba került. A lényegét az csak később értettem meg, amikor már az iskolai minisztériumban dolgoztam, és rá kellett jönnöm arra, hogy a Csemadok, amely kulturális szervezetként alakult, érdekvédelmi szervezetté alakult. A Velőpolgári Társulás hagyományos rendezvénye a kultúrával az akadályok ellen is a tavaly októberi program kínálat része volt. Bemutatót tartottak a mozgássérülteket segítő egészségügyi eszközökről, valamint maguk a mozgásukban korlátozottak kulturális műsorral igazolták, hogy az akadályok leküzdhetők. A szlovákiai kisállattenyésztők Dunaszerdahelyi alapszervezete 2019. október 18-a és 20-a között rendezte meg hagyományos kisállat kiállítását. A látogatók 450 kisállatot tekinthettek meg, amelyek közül a legszebb példányokat a szakmai zsűri díjazta. A Dunaszerdahelyi alapszervezet egyik tagja, Szász Anna fiatal kora ellenére rendszeres kiállító. A nyuszikat általában úgy szoktam, hogy ha kiállítás megyek, akkor először kifésülni, mert hát vagy vedlenek, akkor muszáj őket, mert nagyon levedlik a szőrüket, és akkor nagyon súlyák. 2019. októberének második hétvégéjén elrajtolt a 2019-20-as Sakk Extraliga. A Dunaszerdahelyi Sakklub csapata az első kettős fordulóban a Vermes villában fogadta ellenfeleit. Szombaton a nagy játékerőt képviselő Homonna ellen 4-4-es döntetlent ért el a házigazda, amikor Rigó Zsolt, Bagi Máté és Farkas Gábor tudott győzni. Vasárnap aztán megszületett a kötelező győzelem 5-3 arányban a Kassa ellen. A nyertes partikat Németh Miklós, Bagi Máté és Cebe Attila húzta be.